De úgy mi a francnak megyünk rá a dobozra? Hát nyissuk ki. Ott jön még egy tank! Tankcsata! Tankcsata! Gyerünk, menjünk rá! Ez a csata legendás lesz! Yeah, baby, yeah, baby! Krisztián, belepiszkálok a mutató ujjammal a szemedbe, nem baj? Na hello, srácok! Ez itt! Egy újabb Fortnite-os videó! Azaz, a hetedik rész! Krisztián, ez nem egy menő tánc. Megmutassak egy menő táncot? Én is megmutatok egy menő táncot. Aha, ez elképesztően érdekes, de most nem erről szól a videó, hanem a tankokról. Yeah, World of Tanks. Játsz ingyen, játsz online. Na szóval, srácok, igen, ebben a videóban csak és kizárólag tankokkal fogunk lőni, ami nekünk egyébként nagyon tetszik, mert hát mi rengeteget játszottunk egy bizonyos tankos játékkal, amit a Krisztián most nem kezd el reklámozni. Hát megnézzük, hogy hogy tudunk teljesíteni csak tankkal. Vajon képesek leszünk Victory Royale-t nyerni? Szerintem nem. Szerintem sem, de azért nézzük meg. Nagyon kíváncsi vagyok, egy probléma van a tankkal, az a probléma, hogy elől kilóg a fejed, és el tudják találni, amit egyszerűen nem is tudok felfogni, hogy lehet így megcsinálni valamit, de mindegy. Igen, na mondom, hogy mi a másik probléma a tankkal. Na? Az, hogy szétlőnek, és utána nincs tankod. Na, hol van tank? Ez egy nagyon jó kérdés, de azt tudom, hogy minden ilyen repülő léghajó genya felett, vagyis igen, akkor menjünk van. Oda a sivatagba. Jó, ahhoz menjünk, és ott, ha van tank, akkor gyorsan be kell pattani. Na, Krisztián, keresd a tankot ja. A szemeddel, és amint megláttad, rá kell leszállni. És itt elvileg... van, megvan. Hol? Nem tudom, hogy bemutatni, de ha látsz engem, akkor tudod. Aha. És akkor látlak. Rászállok. Oké. Okay. Ez az, benne ülök, gyere gyorsan. Jó. Ez az. Azaz. Mehetünk. Ott a csicska. Igen, jó. Ja, lőnek hátulról. Lőd. NPC. Oké, knockoltam. Ne, fel kell töltődjön vissza. Jó, kettőt killeltem. Király volt. Ott van! Ne, vissza! Bakker oda beszaladt hátra. Szép. Csicska! Azaz, hú, hát ez eddig elég durva, ez szerintem nekem eléggé tetszik. Várj, no. Ott láttam izét. Várj, kiszállok és felveszem a pajzsot, meg ja. Pár addig fegyvert. Addig én bevédelek, nyug. Bár amúgy fegyvert igazából nem tök mindegy, mert ugye nem lőhetünk semmi ja. Mással. Ja. Viszont amúgy... Reaper torcsokat viszek, mert az... Ja, igen, hogy tudjunk riperelni, az nagyon fontos. Amúgy... Azért látszik a World of Tanks-os tehetségem, nem? Hát persze. Srácok, írjátok le kommentbe, hogy egy 1-től 10-es skálán okay. Mennyire pro a tankos skillem. Ben vagyunk a körbe, az is tökéletes. Ja. Viszont úgyhogy... az a baj, hogy így lelőhetnek. Aha. Várjál, tudok én átülni más helyekre? Nem hiszem. Á, az is rombolja, hogyha lezúzok valamit. Ja. Hova menjek? Amerre lőnek, menjek arra mindig? Szerintem inkább mi lepjük meg az ellenfelet, mint hogy ők lepjenek meg azért, minket. Azért, hogy rámegyek és meglepjük. Úgyhogy menjünk őket. És zúzzunk, mert a tank az zúzógép. Úgyhogy a tankkal zúzni kell. Ja, let's go. Figyelni pipikus. Kell, hogy ki hol van, nyugalom. Ott van egy Reaper torch. Várj, felveszem. Jó. Jaj! Egy tank! Krisz, ne, itt vagyok! Jó. Várj, hogy kell beszállni oda? Hogy kell a felsőre felszállni? Nem tudok... Máté, de mit bénázol már? De nem tudok beszállni! Jó! Á, ki fognak lőni? Nyugi! Jó, felrobbantunk. Jó, vége van. Ennyi volt a kör, mert pancserkedsz egy évig. Nyugi, megjavítom. Ja, nem tudok megjavítani, mert meghaltam. Csákánnyal tudom ütni. Jó, itt van. Várjál, itt jön mellettem. Ketten is vannak amúgy. Öld meg! Á, még ne, a pajzsát ütöttem. Mindegy, jó volt, kezdésnek jó, Krisz, nyugalom. Srácok, belájkoltátok már a videót? Remélem, hogy már belájkoltatok a videót. És aki remélem, hogy aki még nem volt feliratkozva a videó elején, az most már föl van. Krisz, ha látsz ilyen léghajót... Oké, ott van az a Coney Crossroads, vagy mi az? Mi? Ja, itt már alattunk a Coney Crossroads. Oké, akkor oda megyünk, és azonnal keresjük a tankot. Én már látom is a tankot amúgy. Igen. Ott messze. Van. De abba ülnek, bakker! Igen, mert mondom, hogy van, amikor NPC-k beleülnek.
Jó, most kiszálltak belőle. Nyugi, megint én belőttem. De már megint beleül. Nyugi, lőd őket. Azaz, szép volt. Oké, és kiszállok, és akkor szállj be te. Jó. Woo, baby! Azt a rohadt! Na, hol vannak a csicskák? Ott vannak mögöttünk. Ott van! Ott van! 70-et sebeztem rá. Hú, el kell találni, Chris! Oké, és itt van mellettünk egy pajzs egyébként. Igen. Ott van Repair Torch. Azt fölveszem föl kéne venni. Jó, fölveszem a pajzsot, meg fölveszem a Repair Torchot. Ott van. Á, hogy 120. Kell átülni? Hát, Krisztián, de béna vagy. Kinokkoltam. Na, de béna vagy, nem tudsz beülni ekkora csicskát. Repaireld már, meg kilőtték a lánctalpunkat. Hogy kell riperelni? Ha onnan tudjam, hát lövöd rá, gondolom. Jó, ripereli? Aha, hát, ripereli. Ripereli. Ez az, na, százas, na jöhetsz. Csak oldalt rá kell nyomni E-vel. És akkor beül oda fölülre. Na. Oké, és na, megint öltünk mi. Igen, egyet nem killeltem. Nem nyomtam be a pajzsot. Ops, ott lövést látok. Igen. Itt van mellettünk valaki. Onnan is lőnek. Jó, akkor be kell menni a ház mögé. Hogy csak egy, hogy csak az egyik tudjon lőni. Ott van oldalt. Ezt kapik el. Vigyázz, vigyázz, mert tüzemanyag tartály. Ott van. De nem sebz, ez fos. Nyugi, nyugi. Jó, megöltem. Oké, és? De ez egy NPC volt, nem? Nem hiszem, szerintem csak sima bot. Ott van. Lőd, lőd, lőd. Lövöm, szép volt, let's go! Azt a mindenségét, uram! Na, ripereld már! Oké, és meg is kéne innom a pajzsot is. Ja, amúgy neked fontos. Oké, nagyon gyorsan fogy a riper cuccnak a riper torcsnak még azért? Még több, mint a fele megvan. Hogy és kell átülni vajon? Keresünk még riper torcsot. Volt ott még egy, csak egyszerre csak ott egyet lehet föltölteni. Ott is van még egy pajzs. Egyszerre csak egyet lehet fölvenni riper torcsból. Nézd, ott van még egy pajzs. Jó. Ja, Chris, nézd, ha kiszállsz felülről, akkor én eltűnök előről, látod? Igen. Vagy ez hogy nem, működik, nem. Látod? Most nem vagyok. Most elől nem látom. Neked kéne a másik repair torcsot fölvenned, mert csak egy van. Vagy csak egyet lehet fölvenni. Itt van a garázs. Előbb kettő volt nálam. Jó, hát akkor megpróbálom fölvenni a másikat is, de nem akarja. Aha, jó, fölvette. Oké. Okay. Gunner. No. Oké. Akkor mehetünk? Na, merre menjünk, Chris? Hát nem tudom, hogy állunk. Na, menjünk rá a dobozra. Vigyázz, ne nagyon rombolj, mert az is viszi az életét. Ú, ott egy keg. Azt fölvenyem? Keg? Úgy sincs nálam semmi. Ne, állj meg! Jó, hát nyugodjál már le. Beültem. Jaj, ne jó, este jó, van, jó. Ezt nem hiszem el. Látni fognak. Nyugi, Máté, nem lesz gond. De úgy mi a francnak menjünk rá a dobozra? Na, nyissuk ki. Ott jön még egy tank! Tankcsata! Tankcsata, gyerünk, menjünk rá! Köszönöm, azaz, Máté, győzni. Meg kell kerülni. Oldalba kell támadni. Hol van, látod? Még én nem látom. Ott lőnek rajt, látod? Aha. Ott lőttek. Igen. Ez a csata legendás lesz. Ez biztosan megér. Azaz, lövöm. Osztom őket, osztom. Máté, túlhevült a lövésem. Tudom, nyugi, lövöm. Fölrepült a világra tetejébe. Ott van valahol, ott leveld a sniperrel. Látod? Igen, oda fölment a tetejére. Ja, menjünk szerintem innen, mert ezt úgyse fogjuk eltalálni. Ja, viszont kilőttük a tankjukat. Mert engem akar lelőni innen fölülről. Jó, okés. Ja, kilőttük a tankot. Szép volt, Máté. Menjünk, vegyük föl a dobozt. Rángatom magam, hogy ne eltaláljon a sniper. Oké, és az nem vette föl. Szállj ki, és én meg megvédelek, hogyha de jön valaki. Nincs itt a doboz, de írja, ott hogy itt van. Ott van te. Igen? Ott van. Ott van. Ja, látom, látom. Ekkora vakot. Na. Oké, és kaptunk Repair Torchot? Oj, lila shoti, pedig most milyen jó lenne, hogy tudnánk lőni, mi? Jaja. Ebbe van lőszer amúgy? Ment, hogy lőszer nem, mennyiség? Ott megy valaki, itt. Menj. Hol van?
Nem tudom. Nem, de pedig nem a madár volt, mert mintha futott volna, de amúgy lehet, hogy a madár volt, lehet, hogy félreláttam. Ekkora csicskát. Még mindig 46-an vagyunk, Krisz, ez amúgy... Ez a rohadt izgalmas amúgy. Ja, tank. Ez nagyon jó tankba menni. Ez nagyon király, srácok. Ti mentetek már tankkal? Már nem lesz benne sokáig állítólag, de meg a király, ez biztos. Hát benn lenni talán benn lesz. Nem áll, lehet így beközelíteni? Tényleg, nekem is. Be lehet közelíteni, azt nem is tudtam. Na, az király. Szerintem az Tilted Towers-t azt olyan messzire kerüljük el, ahogy csak tudjuk. Ja, és ráadásul szerintem ez egy ilyen hőkamera. Hallod, amit low mondod? Fuel. Ezt nem mondod. Fuel is kell. Megpróbálok minél közelebb menni vissza a városhoz. Ja. És akkor szerezzünk valahonnan. De miért kell fuel? Miért nem jó, de most már legalább ezt is tudjuk. Menjünk ide, menjünk ide. Valami ízé... Ja, jó. Oké, és talán ott lesz. Igen, az a benzinkút város. Akkor nem szabad járkálni, hanem akkor mindig csak amikor szűkül a kör, akkor be kell menni a körbe, az kész. Hát nem, hát hozni kell magunkkal ezért kannát. Jó, de hát úgy sincs annyi. Ott lő valaki. Lőnek, jaja, de inkább töltsük fel most a tankot. Jó, várj, addig én hozok benzines kannát. Jó, lelacsalom benzinnel, tudod, az a biztonság kedvéért. Aha, jó, jó, jó. Hát autót. Ez nagyon drága lesz most, Krisz, de hát... Ezt nem hiszem, mert felvásárolták az összes cuclit. Attól függ, melyik országban vagyunk szerinted, Krisz? Nem Magyarországon. Úgy, hát biztos nem Magyarországon. Itt nem árstoppos a benzin. Úgyhogy itt elég drága lesz. Oké, okay, mindjárt 100%-on van a benzin, Krisz. Ilyen sok föltankol. Persze, hát ez rengeteg benzint igényel. Ez rengeteg benzint igényel. Oké, okay, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Yeah, baby. Jó. Oké. Okay. Jó, az. Na. Jó. Mehetünk. Okay, jövök, jövök. Hoztál tankot? Vannál egy kannát találtam. Oké, okay, akkor töltsd fel, nem tudom, hogy lehet. Vagy 100%-os? Hát 100-as. Jó, jó. Átmegyünk azokra, akik ott leveldeznek? Át kéne, aha. Jó. Ja, benne. És ott van! Ott volt. Uh-huh. Jogi Máté, menjünk át, kapjuk el őket. Ott volt, várja, ott ugrált, óvatosan, láttam. Óvatosan. Ott megy. Hol? Itt van oldalt, benne a házban. Áll, lőne, ott van fönn a izén. Ajaj. A zipline-on. Nagyon bejöttünk, Máté. Ott van. Engem próbál lőni. Na, várja, bemegyek takarásba. Ezek ketten vannak együtt. Jó, de te jó, oké. Mögöttünk a tank, Máté! Tank? Igen, oldalt ott mutatta. Máté, ez így nem nyerhető csata sajnos. De hogy nem sebzem őt? Ajaj. Mert szerintem ellősz mellettük. Hú, nagyon lement az életünk, gyorsan megjavítsam magunkat. Igen. Jó, fent most lövöldöznek. Gyorsan menjünk el innen. Ja. Let's go! Már megpróbálunk bemenni ott a dom mögé. Lőnek oldalról! Bum 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 bum! Várj! Nyugi, kicsit csak oda pörköltem neki, hogy megijedjen. Oké, és meg kell kerülnünk őket, Máté. Ott van. Hol? A bakorban. Jaj, ne beült hozzánk! Azaz, szétlőttem! Haha! Azaz, yeah, azaz, véd a kettőt kiírtuk! Ha-ha. Ott van még egy! Még ketten ott vannak, és hátulról is lőnek, mi a szar? Lőd, lőd, lőd! Szép volt! Knock! Szép volt a knock, Máté! Azaz! Ott van! Azta! Menj rá, Máté, azaz! Azaz, fejlövés! És klokk! Gyönyörű. Ott van! Juhú! Ott van a következő! Lőni őket! Azaz, mind a kettő meghalt egyszer! Á! Azt is kijöttem! Bomba! Asztalad! Mekkora! Rapas! Asztal, hogy kiírtunk vagy 20-at! 9 killünk van, mi a szar? Nagyon durva! Krisz, javítás! Oké, és csak nagyon hülye helyen vagyunk, menj be ide a gödörbe! Jó, közben figyelek! De hogyha elkezdenek lőni, azonnal beszállni! Jó! Hú, ez nagyon jó és nagyon izgalmas. Mennyi van még a Reaper torcsaidban? Á, mi a fasz csinálsz? Még az egyik az... Gyere, 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 szállj be, szállj be! Á, nem a lövőbe vagyok. Gyere, gyere, gyere! Ajajajajajaj! Oké, és lelőttem róla egy kis pajzsot. Miért nem sebzed? Nem sebzed ez a fasz.
Menj odafele, menj oda, megyek, Máté! Megyek, megyek, nyugi! Közelről kell igen, ezeket megvigni. Itt van fölöttünk! Meg... Nyugi, nyugi! Nem megy a tank! Le fog lőni! Á, be kell mennem a izé alá! Várj, várj, várj! Ne! Lőd! De miért csak 35-öt sebzek rá? Ma 120! Gyorsan leizelni! Ne, francba. Jó. Futás, menekülök. Fuss, fuss, fuss! Fuss el, Krisz! Menekülj! Szerez egy tankot! Szerez egy tankot! Á, nem tudok szerezni. De tudsz. Krisztián, képes vagy rá? Csúszkálj, csúszkálj, meg sprintelj, sprintelj! Nem tudok sprintelni. De tudsz. Nem, mert... Oh, ez nagyon izgalmas! Nem tudok sprintelni. Jaj, ne! Miért ne tudnál sprintelni? Ne szórakoztassál már! Hát, hogy a francba sprintelje? Hát altal! De nem sprintel az altal! Ez nem, nem normális. Jó, bokorba, oké, okay, megnéztem, és a bokorba nem lehet a, azzal a hülye fegyverrel észrevenni az embereket, tudod? Hogy így nem mutatja körvonalukat a bokorban. Ott van a kártyád. Kéne nekem egy... Van itt pajzs? Valamilyen? Ott van kicsi. Aha, hol? Ott van a szemed előtt. Ja, igen, látom. Az a baj, hogy föl kéne vennem a kártyád. Ah, most fognak már menni oda. Az a baj, hogy még mindig ott vannak azok, szerintem. Szerintem is, de fognak menni már csak oda. De hiába nevet fel a kártyám, szerintem fölösleges. Itt fölmegyek. Ne, mert nagyon sokat sebez! Azt tarolt, majd ötöt sebez, nem hiszem el. Mindegy, muszáj. Jó, hol a kártyád? Oké, okay, bábakorba. Ott volt a bokor! És nem mondod, hogy kerék lokkos ez a hülye kocsi. Ezt a fost. Hát ez volt a tervem, hogy beszállok a kocsiba. Jól van. Krisztián, rejtőzködő stílust fel kell venned. Ott fönn is van egy kocsi. Mi a szar? Ja nem, hanem az a légvédelmi állam. Van valami tank valahol szerinted még? 9-en vagyunk. De most nem lőhetsz? Hát, biztos. Ez mi volt? A francba, nem is el! Mi volt ez a nyuszi? 4 élete maradt! 74 te! 4, ott írja. Na mindegy, ez nagyon jó. Asztorolt, ez nagyon-nagyon-nagyon jó volt ez a kör, Krisz. És ezt ez nyerhetünk. Nyerhetünk, csak nagyon kompetens volt ellenünk, meg nagyon jó helyen voltak ez a kettő. Ja. Ezúttal figyeljünk, hogy ilyen dombos helyekre ne nagyon menjünk, legalábbis ilyen hegyes, meg ahol sok a fa, meg ilyesmi, meg onnan fölülről tudnak ránk lőni, az nem jó. Srácok, szerintetek ez a megakör, ez mennyire ott durva, szerintem? Szerintem ez mega durva volt. Szerintem ez nagyon jó volt. Ha szerintetek is mega durva volt, akkor írjátok le kommentbe, hogy ez a kör mega durva volt. Srácok, azt írjátok már le kommentbe, hogy azt mondták, hogy még mindig benn marad majd ez a nem építős verzió is a játékban. Az hogy lesz? Hogy lesz egy külön játékmód, ahol majd lehet olyat, hogy nem építős játékmód? Mert az nagyon jó lenne, én akkor csak ott játszanék. Krisztián, légy szíves, már 48 milliárdtól megmondtam, hogy azt a pingelős baromságot, vagy mi a szar az, azt rakd de be. De hogy? Meg miért kell berakni? Ha neked alapból úgy volt, akkor nekem miért kell berakni ezt? Oké, ott a tank, látom. Nagyon sokan lesznek. Beszállt a tankba, mi ez? Hát a bot megint. Azt, hogy te jellem vagy, miért? Csaló. Ajaj. Ajaj. Meghaltál. Mi? De miért tud megölni? Jaj, ne idejött mellém valaki. Szerezd meg a tankot. Van még benne valaki? A tankban? Igen. Azaz, támad meg! Azaz, üsd szét a csicskát! Azaz, gyerünk! Meg lesz ez! Azaz! Igen, csak a saját fegyverünket lövöm szét. Meg fog halni, 12 életem van! No! No! Francba! Ezt nem hiszem el! Nyugi, meg lesz ez, srácok, meg lesz a Victory Royale. Hát nem az Eusus-é, de az az előző előtti meccs alapján én simán elhiszem, hogy meg lesz a Victory Royale. Ha jól tudjuk időzíteni, akkor szerintem akár győzhetünk is. Szerintem megint menjünk oda a Kony Crossroadshoz, mert az ott jó kezdőhely. Hogy tudsz te olyan alacsonyan jönni? Ezt nem hiszem el, csaló! Mert én profi leszálló. Ül valaki a tankban? Hol a tank? Nem látom egyenlőre a tankot. Itt van! Mi? Ide leszállt valaki. Üsszük agyon!
Gyere ide, csicska! Ennyi majd. Jogi, fölfogta a pajzsom. Gyere, meg kéne találnunk a tankot, mert végünk lesz. Az a tank? Igen, az a tank, gyere. Vagy... Ott a tank. Igen. Yes! Na. Jó. Ott a másik tank egyből szembe. Ott jön. Ezt nem hiszem, várj meg. Jó. De nem száll be. Nem száll be. Amikor azt írja, hogy gun akármi, akkor... Aha. Na, meg vagy. Mennyire kell fölé tartani? Az egy busz! Ez komoly? Igen. De ezzel nem is kell fölé tartani. Nem kell. Oké. Azt a rohadt! Hát ezt úgy kilőttük, mint annak a rendje. Akkor menjünk vissza. Ott volt egy busz, Krisz. Az mi lehetett? Nem tudom. Repair torch. Repair. Azta. Nyugi. Nyugi. Föntről lőttek. Ja, föntről a izéből? Igen. Nem itt volt? Nem. Yeah, baby. Menjünk be és szerezzünk benzint, meg... meg torcsot. Aha. Itt nagy lövöldözések vannak. Igen, igen. Ott van. Ott volt. Itt van. Szép gyönyörű. Volt. Ez NPC. Szép. Onnan is lőnek. Ja, föntről a... Igen. Hogy hívják bolt? Oké, és akkor bemegyek. Ott van, ahogy lövök. Tudom. Várja, mi a szar ez? Ott egy Victory Crown. Hú, ez nagyon izgalmas, Krisz. Ja. Látsz Reaper torcsot? Nem nagyon. Ott a Victory Crown. Meg van pajzs. Az a baj, hogyha... Hopsz! Ott jön! Leugrott. Vagy nem ugrott le? Nem ugrott le, csak ott fönn ugrálnak. Na mindegy, menjünk be teljesen alájuk, és akkor nem tudnak lőni végül is, nem? Hát akkor nem, viszont Reaper torcsot így is úgy is kell találnunk. Plusz, menjünk át abba a benzinkutas genyába. Szerintem. Jó. Sehol nincs Reaper torcs. Menj oda a benzinkúthoz, ahol előbb, tudod, hogy hol van. Ahol találtuk a Reaper, ahol le mindig leszállunk, ott a benzinkútot. Ja, látom. De ne lőj már bele, te barom. Akkor innen keresni kell egy benzines kannát, ott benn szokott lenni. Van, hogy kettő is. Hát itt nincs Reaper torcs, sajnos. Várj, töltsük ketten egyszerre. Jaj! Mit csinálsz? Hát hogy kezd tölteni? Nem tudom tölteni. De tudod. Hát akkor mit kell megnyomni? Nyomni kell! De nem... Nem az E betűt kell megnyomni. De a csákánnyal üt. És ezt csinálja, hogyha... Itt van. Fogja és megütöm a csákánnyal. Ja, és felrobbantod. Gratulálok. Hát, na, de ezt mondom, te barom. Nézd csak, Krisz. E... Töltöd. És akkor de E. De mit, mivel töltöm, hülye? Ekkora fagyatékos. Jó van már, Mr. Üzé, melyik gombbal kell tölteni, te barom? Hát nem fogod fel, hogy hiába nyomom a bármelyik gombbal? Egérrel! De nem tölti, csak eldobja az izét és jó, már megint nem száll fel ez a nyomorék. Amikor gunner, amikor az van odaírva, akkor nyomod meg az E-t és akkor beszáll. Na. Ja, föl kell tölteni az életét, muszáj. Tudom. A Reaper torch az elég jó, ide, elég sok ideig jó, úgyhogy... Azt lehet használni. Egy darabig, ha találunk. Ott is van egy pajzs. Itt van. Jaj, egy pajzs. Itt van ide. Itt van egy busz! Júj! Bum! El kell kapni Máté a buszt. Júj, azt a rohadt, fölrobbant! Mi volt ez? Fölrobbant, nézzük meg a embereket belőle. Itt van. Lőd. Ne, miért ilyen? Miből van ez a busz? Ólomból. Na. Hol van a dög? Ott van! Ja. Jogi! Tolatok! Knock! Gyönyörű szép! Let's go! Onnan is lőnek, ott van! Láttad? Igen, és megy rá a vihar! 52-t levettem neki! Hol van? Mind a ketten lőnek, Krisz, szét vagyok lőni, menj valahogy izébe! De nem tudom, miért nem döglenek meg fel ezek a pancsárok? Meghalunk. De miért nem döglenek meg? Ezt nem hiszem el. Hát nem ment le semmi életem. Ne ordibálj, ne ordibálj! Ne, francba. Dögölj meg! Sebezhetetleneket, hogyha ki tudtuk volna lőni, akkor jó lett volna meg. Hát, Krisz, és
És ott a Reaper torcs. Ezt nem hiszem. Hát persze, ilyenkor egyből Reaper torcsot fogsz találni. Még megmentheted, Krisztián, ezt a kört. Azaz, zúzd le, csicskát! Semmi baj, Krisztián. Azaz, még a suicide, benzines kannám. Ez az! Halj meg! Francba. Persze, nem hal meg, hogy ne. Hát, Krisztián, mi mindent megtettünk. Hú, hát srácok, ez egy elképesztően nagyon-nagyon szórakoztató videó volt szerintem. Ugyanis én nagyon élveztem ezt a tankozást, ez ja, rohadt király volt. Mi alapból is nagyon szeretjük a tankokat, ugye? Ez nagyon jól meg van csinálva a Fortnite-ba szerintem. És amúgy elég erős is, hogyha jól használja az ember. Csak ugye kell találni hozzá Reaper torcsot, meg gázos kannát, vagy benzines kannát. Ja, viszont elég ilyen megbízhatatlan, mert azok ott álltak kint a mező közepén itt a végén, ez a két aki kilőtt minket, és rájuk, hát rátartottam az izét, és lövöldöztem meg a Máté is, és egyszerűen nem haltak meg az ember. Úgy effektívebbek voltunk amúgy, hogy én ültem a tankban, és te meg felül. Egyet killeltem, hármat, nullát, meg egyet. Szóval négy meccsből ötöt killeltem, ami elég jó volt. Én kettőt, egyet, hatot, nullát, szóval én kilencet. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, ez a tank a Fortnite-ban most, és szerintem nagyon szórakoztató, úgyhogy ti is mindenféleképpen próbáljátok ki. Ja, és ez fontos, srácok, hogy ezt akkor veszük fel, ugye, amikor még nem lehet építeni a Fortnite-ban. Nem tudom, hogy ez meddig van. Szóval, srácok, köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, mindenféleképpen iratkozzatok fel, mert ez egy nagyon, nagyon durva dolog volt most, és ezért megéri feliratkozni. Úgyhogy találkozunk a legközelebbi videóban. Szevasztok! Hello!